Hetente két alkalommal jön ki a zeneiskola pedagógusa ide az óvodába, és egy fél órás ilyen előkészítő foglalkozást tart az óvodásainknak. A gyerekek szeretik a zenét. Mi is tapasztaljuk a foglalkozásokon, hogy nagyon szeretnek énekelgetni, a körjátékokat különösen szeretik, úgyhogy ide is szívesen jönnek, de igazából csak a nagycsoportos gyerekeket veszik fel, mivel a zeneiskola keretein belül csak a 6 éves korosztályt nevelhetik. De hát, végezzél elmondani. Olaszország, így van, Olaszország, ahol énekeltük ugye a rózsabimbos dalocskát, igaz? Külön kiválogatjuk azt, hogy mit játszunk, most is készültünk egy kis zenés utazásra, külön erre az alkalomra készültünk. Ez a zenés utazás, ez egy vonós zenekari mű, Zempléni László, ma is élő magyar zeneszerző szerezte, és ehhez mi még írtunk egy kis mesét az óvisoknak, hogy még érdekesebb legyen. Zene az, ami leginkább leköti a piciket, nagyon-nagyon tudnak rá figyelni, és hogyha úgy játsszák nekik meg úgy adják elő, az még fél órán keresztül is leköti őket.